Migráns vagy vendégmunkás eldobott egy szendvicset, amit megtalált egy vaddisznó, megette és megbetegedett. Így alakult ki a sertéspest is Nagy István szerint. Az agrárminiszter jelölt erről parlamenti bizottsági meghallgatásán beszélt. Rogán Antal a stop soros szigorítását, még Trócsányi László a közigazgatási felső bíróságok létrehozását jelentette be. Jövőre lesz 70 éve, hogy a legfelsőbb közigazgatási bíróság megszűnt. Az igazságügyi miniszterjelölt meghallgatásán arról beszélt, nagyon sajnálja, hogy korábban a közigazgatási felsőbíróságot nem tudták létrehozni, ezért most szeretnék befejezni ezt a munkát. Nem véletlen, hogy ezek 49-ben szűntek meg. 49-ben kommunista diktatúra jött, és minden olyan szervezetet el kellett törölni a napszínéről, amelyek gyakorlatilag valamit a jogállamisági keretet adtak korábbiakban. Az eredeti tervek szerint a politikának fontos ügyek, így például a hatósági döntések elleni fellebbezések, a közérdekű adatokért indított perek és a választási ügyek kerültek volna a külön bíróságokhoz. A Fidesz eddig azért nem tudta létrehozni, mert elveszítette kétharmadát. Akkor megpróbálták egyszerű többséggel keresztül vinni a javaslatot, de ezt az államfői vétó nyomán az Alkotmánybíróság megakadályozta. Egy nagyon fontos feladat a következő években. Rogán Antal, a miniszterelnöki kabinetiroda miniszterjelöltje meghallgatásán azt emelte ki, hogy a stop soros törvénycsomag szigorításával párhuzamosan a korábbinál erősebb és szélesebb körű alaptörvénymódosítást is szükségesnek tartanak. Ami azt jelenti, hogy jó esetben, már június első hetében a stop soros törvényjavaslat tárgyalásának a folytatására, illetve az ehhez kapcsolódó alkotmánymódosításnak a tárgyalására a parlamentben sor kerül. Az igazságügyi bizottságban arról is beszámolt, a negyedik Orbán kormány is tart majd nemzeti konzultációkat, a következő a demográfiai fordulatról fog szólni. Rátérnénk a formaságokra. A migráció az agrárminiszter meghallgatásán is szóba került. A Fazekas Sándort váltó Nagy István szerint az afrikai sertéspest is úgy kerülhetett be Heves megyébe, hogy egy migráns vagy vendégmunkás eldobott egy szendvicset, amit megtalált egy vaddisznó, amely így megbetegedett. A bizottságokban eddig minden jelölt kinevezését támogatták.